Pau, <tört> pau. Wow. Szia, Gergő, hogy vagy, mi újság? Szervusz, Töndi, köszönöm, szépen, jól vagyok előre is szólok, hogy az elkövetkezendő hetekre most ide Berlinbe szerencsére rendkívül jó időt ígérnek, úgyhogy most is jó eséllyel egy jó kis szélvihar majd bele fog hangzani a felvételbe, úgyhogy ez majd remélhetőleg valami jó kis ambience-t ad a hallgatóságnak, és kicsit úgy érzik, hogy még inkább kellemes hallgatni a podcastunkat. Egyébként nincsen különleges esemény az én részemről. Személyes életben ugye kezdek költözgetni, majd át egy másik lakásba ez érdekes a munka, az meg természetesen folyamatosan el vagyok havazva, tehát jelenleg három cikket kell írjak, Hú. emellett ugye pályázatot kell írni, de hát ez a, az alapvető élete a kutatóknak. Hát abszolút. Úgyhogy panaszkodni csak, hogyha nagyon akarok, akkor tudok. <laughs> Vagyis mindig lehet. Így van. Így de van. hát én, én ugye Nagy-Britanniában élek nálunk, ez ilyen, ilyen nemzeti sport a panaszkodás különböző dolgokról, ugye persze az időjárásról először, aztán minden másról panaszkod, Um, szóval igen, hát a kis ambiens szélvihar a háttérben az teljesen jó, legalább nem a szomszédok csörömpölnek, ahogy néha szokták. Ők is fognak, szerintem. <laughs> Úgyhogy veled mi a helyzet, tündi, hogy vagy? Én jól vagyok, köszönöm. Még mindig zajlik az a bizonyos dolog, amit nem nevezünk nevén, amit még mindig írok teljes gőzzel, és egy kicsikét tolódnak a, a saját határidőim. PHD diszertáció, kimondtam, igen, fájt is. De nem, nem csúsztam, vagy nem az van, hogy most én így el elszöszmötöltem az időt vele, hanem még volt egy nagyon masszív adatelemzés, amit el kellett végezni, egy teljesen új folyamat, és nagyon megérte. Eléggé időigényes volt, de nagyon jó volt végigmenni így rajta, meg teljesen más szemléletet kaptam. Most ránéztem ugye tényleg egy szemmel az egész adat kupacra, és megértettem néhány komolyabb összefüggést, meg egy-kettő dolog így kiderült, szóval megérte, jó volt, sok idő volt, és akkor most tényleg írás, írás, írás. Um, Hát várom a, a jövő hétvégét igazából, mert ünnepeljük majd, ugye a Nagy Britannia kollektíven, a királynőnek a 70. uralkodási évfordulóját, ami hivatalosan mikor? Február elején volt, azt hiszem, de így most június elejére adtak meg egy teljesen új plusz ünnepnapot, abból csinálnak egy négy napos hosszú hétvégét, és akkor így egész országos ünneplések van, de ugye ez csak azért jó, mert akkor van egy hosszú hétvége, bár szerintem dolgozni fogok a diszertáción, szóval remélhetőleg jó idő lesz, hogy legalább sétálgassunk néhány jót a környéken. Nagyon helyes. Igen, ez azért nagyon érdekes, ugye, Erzsébet egy, egy ideje már trónon ül, Igen. és azért voltak olyan plegykák is, vagy hát ugye vannak is olyan plegykák, hogy valószínűleg a jubileum után jó eséllyel le fog mondani a, a koronáról, hiszen már nem igazán tudja ellátni a feladatait, ugye nem tud megjelenni a hivatalos eseményeken, mert mozgásszervi problémái vannak, de ugyanakkor ugye az eléggé nagy idézőjelbe vett szégyen szokott lenni a királyi családban, ugye pont a második Erzsébet édesapjának a testvére volt az, Igen. aki hát a szerelem érdekében lemondott a trónról, és emiatt szinte exkommunikálták ugye a királyi családból. Igen. És nyilvánvaló, hogy Erzsébet sem úgy Tervezte, hogy majd ő neki ezzel ér véget a pályafutása, de hát azért 96 éves? Igen, valami 96, nagyon so, 90 sok éves, nem tudom 96 pontosan. 96 lesz, vagy már van, Igen. mert emlékszem, hogy ugye Anno azt mondta, hogy ha megéri, akkor a 95. születésnapja után átadja a koronát a fiának, <laughs> de ez már ugye egy éve volt. Minden esetre nagyon érdekes a, a királyi családnak a, a dinamikája önmagában, és hát ugye én csak biztatni tudom az embereket arra, hogyha esetleg ingerenciájuk van rá, és szeretik a sorozatokat, akkor nézzék meg a, a Crown, vagy ugye gondolom magyarul a Korona című sorozatot. Igen. Mert uh, szerintem nagyon ügyesen össze van rakva, nekem nagyon tetszik. Igen, egyetértek, nagyon tetszett nekem is, várom majd a, a következő évadát, hogy uh, ugye megy már a 90-es évekbe a, a királyi családnak az élete, a története, és ugye pont ez egy érdekes sorozat, hogy hogyan vegyítik a valós történéseket a, a fikcióval a kitalált dolgokkal. Ugye ezt is volt, hogy kritizáltak, hogy fú, ez nem is így történt a valóságban. Persze a dráma érdekében volt egy-kettő dolog, amit kicsikét dramatizáltak, kicsikét fölfújtak vagy visszavettek. De igen, ez, egy, ez, ahogy mondtad, az abdikáció, a lemondása, azt hiszem 8. Edward királynak az egy eléggé központi eseménye volt a, a királyi család életének, ami nagyon sok mindent megváltoztatott. Tehát Ugye ez is csak egy példa, hogy hogyan kapcsolódik össze a valóság a fikcióval, és hogy igen, ott van egy létező élő királyi család a, a, az országban, itt Nagy-Britanniában, de mégis készítettek róluk egy nagyban képzeletbeli fikciós történetet, mert valami miatt megmozgatnak minket a képzeletbeli történetek. Igen, és ez az érdekes egyébként benne, hogy ugye. A királyi családnak az élet az rendkívül jól dokumentált, tehát neki jól és elolvashatnánk egy szakkönyvet is az ő életükről, de hát azért mégiscsak valami miatt a kitalált történetek, vegyítve a drámával, esetleg egy-kettő patronummal <laughs> vegyítve, azért csak érdekesebb számunkra is. Vajon ez miért van? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel már sokat foglalkoztak a pszichológusok, mert a kitalált mesék, történetek, legendák, mondák, ugye ilyenről már úgy nagyjából beszélgettünk régebben, hogy mik a, az ilyen mesék, mondáknak, mítikus lényeknek például a, a valós tudományos alapja, hogy honnan jöttek, és ez mióta az emberiség emberiség, azóta ott vannak velünk a, a történetek, a mesék, és Azóta tényleg tehát a, az esti tűz melletti mese, mesélés, egymás szórakoztatása, ott kezdtük ezt, aztán utána most ott vagyunk, hogy moziba járunk, vagy otthon nézünk sorozatokat, könyveket olvasunk mindenfajta témakörben, mert lekötnek minket, és van valami, ami, ami miatt, illetve sok oka egyébként a pszichológusok szerint, ami miatt mi ezeket szeretjük nézni, olvasni, Szóval arra gondoltam, hogy pszichológia témakörről kicsikét régen beszélgettünk már, ezért érdemes erről készítenünk egy teljes részt, hogy miért is jó nekünk a kitalált történetek olvasása, mert hogy a pszichológusok szerint ez egy jó dolog. Így van, és akkor szerintem vágjunk is bele, kezdve azzal az alapvető gondolat elemmel, hogy a képzeletbeli karakterek igenis segítenek megérteni önmagunkat. Ugye az életünk során már nagyon-nagyon pici korunktól kezdve, kvázi onnantól kezdve, hogy elkezdünk gondolkodni, kialakul egy identitásunk, egy felfogásunk arról, hogy kik vagyunk, mik azok a dolgok, amik fontosak nekünk, mik érdekelnek, mik nem érdekelnek, és ez az identitásunk személyiségünkből, tapasztalatainkból, értékrendünkből, céljainkból, gondolatainkból, illetve ugye a meggyőződéseinkből áll, és ezek egész életünk során folyamatosan fejlődnek. Tehát ezért van az, hogy valaki egyetért egy adott ideológiával, majd néhány év múlva, hogy tapasztal, például ugye lát más példákat, látja, hogy azok a példák esetleg jobban működnek, jobbak, akkor inkább a felé kezd el húzódni. És hogyha erős identitás érzékkel rendelkezünk, akkor az segíthet megérteni, hogy miért érzünk és viselkedünk bizonyos módon, Időnként nehéz lehet például kitalálni azt számunkra, hogy kik vagyunk. Ugye ez főleg a tinédzser kornak egy nagyon erős eleme amikor úgy mindenki próbálgatja a saját határait, illetve a szüleinek a türelmének a határait, de ez ugye mind annak tudható be, hogy próbáljuk megismerni önmagunkat. Egyes kutatók szerint a szépirodalmi művek olvasása például segíthetnek abban, hogy színlelt környezetben felpróbáljuk a különböző identitásokat, hogy lássuk milyenek is azok, ugye identitás alatt megint csak a személyiség az, amit értünk jelenleg, és amikor érzelmileg kötődünk egy könyv egyik szereplőjéhez, és úgy érezzük, hogy igazán elmerülünk a történetben, akkor esetleg lehetőségünk nyílik arra, hogy egy időre ennek a szereplőnek a személyiségét, az identitását ugye felpróbáljuk megint csak ezzel a szóval élnék, hogy megnézzük, milyen érzés, és ugye ehhez rendkívül jól jön az, hogy van egy történet, ami már ki van hozzá találva, amiben ezt a, ebben a biztonságos környezetben gyakorlatilag meg lehet élni. Igen. Egyes kutatások szerint a saját identitásunk átmenetileg megnőhet, és magába foglalhatja ezeknek a szereplőknek a gondolatait, érzéseit, tapasztalatait, illetve ugye a viselkedésüket is, tehát biztos sokaknál előfordult már az, ugye főleg kicsi gyerekek esetében gyakori ez, de felnőtteknél sem ritka, hogy például amikor elmegyünk egy moziba, és látunk egy rendkívül jó filmet, ahol nagyon-nagyon jól tudunk azonosulni a főszereplővel, akkor utána kicsit az emberek próbálják, leutánozni azokat a viselkedési elemeket, esetleg ahogy beszélnek, néhány rendkívül jó frázist, kifejezést elvenni tőlük, mert egyszerűen ez egy olyan viselkedés, egy olyan élete van annak a főszereplőnek például, ami számunkra nagyon pozitív lehet. Igen. És ezek a folyamatok lehetőséget adnak arra, hogy ugye felfedezzük, mi alkotja mi saját identitásunkat, és segítsenek abban, hogy többet tudjunk meg arról, hogy mi magunk kik vagyunk, és ugye az önismeret talán senkinek nem kell elmagyarázni, hogy egy rendkívül fontos eleme az életünknek is annak, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, megfelelő határokat tudjunk szabni embereknek. Tehát, hogyha ismerjük Igen. önmagunkat, tudjuk azt, hogy mi az, amit mi már nem engedünk meg másoknak, és rá tudjuk mondani, hogy nem ne haragudj, ebbe az irányba nem fogunk elmenni. Igen. Tehát akkor ugye összefoglalva, szépirodalmi könyvek lehetőséget adnak nekünk a személyes felfedezésre és növekedésre, azáltal, hogy különböző lehetőségeket próbálunk ki magunk számára. Igen, ez egy nagyon fontos dolog az önismeret, és egyébként kicsikét ilyen ironikus tud lenni néha, amikor vannak emberek, akik azt hiszik magukról, hogy fú, milyen jól ismerik magukat, aztán egyébként pont, hogy nem. Tehát ez, ez nem hiába egy fontos központi kérdése a pszichológiának, mert hogyan tudunk megismerni másokat, akikkel szükségszerűen együtt élünk a világban, hogyha önmagunkat sem ismerjük. De igen, tehát nagyon komolyan befolyásolnak minket pozitív módon a könyvek, olvasása, filmek, meg. Tehát most nekem például erről, ahogy amit mondtál, rögtön eszembe jutott az a számtalan alkalom, amikor még óvodás, meg kisiskolás korban volt valami kedvenc mesém, és akkor következő farsankor én közöltem anyukámmal, hogy jó, akkor én annak a szereplőnek akarok beöltözni, mert ugye annyira tetszett annak a szereplőnek a viselkedése, és én vele akartam azonosulni. Szóval igen, az önismeret, önmegismerés, és ö, saját magunk azonosulása, képzés, az karakterekkel, az, az tényleg egyidős az emberiséggel. Hát azért találtunk ki, azért alakultak ki olyan különböző mondák, mitológiák, nagy, hősies karakterekről például, mert ők voltak a, a pozitív példaképek, hogy ilyenné akartak válni az emberek. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál, ugye a, a kiskori, óvodáskori élmények, tehát, ugye az én anyukám óvónőként dolgozott, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy ugye valahányszor kijött egy újabb Pixar vagy Disney mese, akkor utána ez egy, egy adott ideig egy bizonyos hullámot hozott. Ugye a kisgyerekek szerettek azonosulni az új szereplőkkel, de valahogy, amikor bejött a jégvarázs. Tehát onnantól kezdve, ugye a mai napig pedig azért ez már jó pár éve van, talán 5-6 éve is lehet, hogy. Több. Ugye... Ki jött? Talán több is igen, tehát ennek most nem néztünk utána, innen látszik, hogy... De én nagyjából emlékszem, legalábbis azt tudom, hogy az első és a második film között hat év telt el, és a második film az valahogy az is már vagy egy két-három éves. Ú, uh. na minden esetre az az érdekes, hogy azóta is folyamatosan a kisgyerekek valahányszor meglátják ezt a mesét, ugye főleg a, a, a kislányok, onnantól kezdve ők elzák akarnak lenni, és kész. És ezt megértem, ha én lennék kislány, én is szeretnék elszának beöltözni, mert egyrészt iszonyúan jól néznek ki a, a, ruhái, másrészt egy nagyon jó főszereplő karakter. Pont ezért egy, egy, jó mesének tartom én is, mert egy olyan pozitív karakter, akivel szerintem teljesen jó, hogyha egy kisgyerek azonosulni akar. Igen, azért nyilvánvaló, hogyha belegondolunk, ő már azok közé a, a mesehősök közé tartozik, akinek a, az emberi gyengességeit is bemutatták. Igen. Um, és egy, egy erőteljesebb jelenfejlődésen ment keresztül, tehát nem arról van szó, mint például anna ugye a Mulán, ami szerintem egy rendkívül jó mese volt. Igen. De hogy ott, ott volt egy eleve rendkívül erős karakter, és jelenfejlődés az ő oldaláról nem igazán volt olyan szem, nyilvánvaló, hogy erősödött, meg fizikailag is erősödött, de, de azért elza az esetében az, hogy, hogy ő magában egy, egy nagyon erőteljes utazáson Igen. vett részt, az, az, sokkal inkább emberivé teszi. Igen, mert sokaknak pont ugyanilyen erősnek kell lenniük, hogy felépíteni a saját erejüket a, a, semmiből, vagy ugye nem abból, hogy egy, nem voltak alapvetőleg egy, egy iszonyúan erős karakterek, hanem meg kellett találniuk az, az erőt, hogy túljussanak bizonyos nehéz szituációkon az életben. És ez szerintem nagyon sokaknak tényleg sokkal könnyebb elzával azonosulni emiatt. Szóval ez tényleg, ahogy ugye összefoglaltuk meg, tényleg annyi sok jó példa van az, az irodalomban, illetve filmekben, mesékben, hogy ugye az ön azonosulás hogy történik, de van a másik nagyon fontos oldala annak, hogy miben segítenek a képzeletbeli szereplők, és az pedig mások megértése, tehát az empátia kérdése. Tehát ugye amellett, hogy önmagunkat megértsük, segítenek azzal az ilyen történetek olvasása, hogy a dolgokat mások nézőpontjából is, is jobban megértsük, lássuk. Mert tényleg, amikor elmerülünk egy történetben, akkor elképzeljük, hogy mit gondolnak és éreznek szereplők, és ugye lesznek sok olyan szereplők egy történetben, akikkel nem feltétlenül azonosulunk rögtön, de viszont elkezdjük megérteni, hogy ők hogy gondolják azt, és azt mutatták ki kutatások ebből, hogy minél többet gyakoroljuk a könyvekben az emberek gondolatainak és érzéseinek feldolgozását, annál jobban fogjuk tudni ezt gyakorolni a valós életben is, és ez a lényeg, ugye, egy közösségben, társadalomban élünk, nem szeparálhatjuk el magunkat az ember embertársainktól, és emiatt fontos az, hogy megértsük, hogy mások hogyan gondolkodnak, miért viselkednek úgy, ahogy, és ennek a készségnek a kifejlesztésében a képzeletbeli történetek sokat segíthetnek. Van egy kérdésem hozzá, Tündi. Na mondjad. Én nagyon látom a szemeden, hogy szeretnél itt valamiről beszélni. <laughs> szeretnél -e esetleg példát hozni a Harry Potter könyvekről? Én mikor nem szeretnék szerinted példát hozni a Harry Potter könyvekből, tekintve, hogy ez mind a kettőnknek egy nagy kedvenc könyvsorozata. Talán azért összehasonlítva hozzád képest én bakfitty vagyok. <gül> <gül> De nekem van ugye ez a Dumbledore titkai termobögrém, neked meg nincs, úgyhogy a hát termozis nem járt. Igen, mert én nem termoszos, hogy is tudom, milyen menüt vettem, hanem egy rakat gumicukrot, amit aztán ettem egy héten keresztül a moziban. Mindegy, ez már az édesség kapcsolatos problémáimnak a része, ebben menjünk bele. De igen, a Harry Potter könyvek az nem csak egy, egy iszonyúan felkapott és nagyon népszerű könyvsorozat, de rengeteg eszméletlen jó történet száll, jó meg persze jó néhány hatalmas lyukacselekményben, meg egy-kettő ellentmondás, meg egyebek is vannak, mire látom, hogy mosolyogsz, mert annyit szoktunk néha erről beszélni. És egyébként ezt szerintem már annyiszor pöttyintettem el itt a podcastban, hogy a Harry Potter rajongásom azt szerintem sehol nincsen a gyűrűk rajongásomhoz, de akkor a Harry Potter-t talán kicsit többen ismerik a, a hallgatóság közül lehet, mint a urát, És öm, az empátia kialakításával kapcsolatban tényleg nagyon jó ö, példák vannak benne, ugye mert ha valaki nem ismeri a történetet, ugye Harry az a hétköznapi világban nő fel, és azt hiszi, hogy a szülei meghaltak egy autóban esetben, amikor ő egy éves volt, és aztán kiderül számára 11 éves korában, hogy nem van egy teljesen eltitkolt, varázsló világ, és ő is egyébként varázsló, varázsképessége van, és akkor most megy tanulni egy varázsló is iskolába, és ahogy belép ebbe az új világba, ott ismeri meg sorban a különböző új embereket, ugye boszorkányokat és varázslókat, és még ami egy érdekesebb dolog, az, hogy jó néhány az emberihez mérhető intelligenciával rendelkező más fajokat, tehát például házimanókat, koboldokat, kentaurokat, orjásokat, és még így tovább és aztán jön be a képbe, hogy ez a varázsvilág, ez teli van előítéletekkel és megbélyegzéssel. Ugye a pszichológusok úgy definiálják nagyjából az előítéleteket, mint olyan negatív érzések, vagy vélemény egy személyről, vagy embercsoportról, amelyek ugye különösebb valódi tudás és átgondolás nélkül alakulnak ki. Tehát például a Harry Potterben ez úgy nyilvánul meg, hogy vannak az idézőjelesen tiszta vérű varázslók, azok, akik ugye mindig is a varázsló világban éltek, és sok generációra visszamenőleg mindenki varázsló vagy boszorkány volt, és ők negatívan gondolnak a muglikra, a nem varázsló emberekre, tehát a, mi is muglik vagyunk sajnos, ezen szerintem már nagyon hát sok az ember. <laughs> Ó, van valami titkod, amit nem mondtál el? Ugye ezt nem fedhetjük fel sajnos. Ja, már értem, persze. Szóval a ugye tiszta vérű, vagy ezt magyarul azt hiszem aranyvérűnek fordította a fordító, azok a varázslók sokszor súlyos előítéleteket támasztanak a muglikkal szemben, és a mugli világból származó, oda született varázsképességű emberekkel szemben. És ugye vannak ezek a nagyon duró megnyilvánulásai, amikor gújnevekkel illetik őket, ugye sárvérűnek hívják azokat, akik mugli születésűek. És ugye a történet szerint, ha azt nézzük, akkor tehát van ezeknek az előítéleteknek egy ugye nem valós, de, de fontos kulturális alapja. Abban a világban. Mi szerint ugye a varázsvilág már több száz éve elszigetelve, titokban él, egyébként nagyjából a középkori üldözések időszaka óta, és emiatt a, ugye a varázslók nem érintkeznek a muglikkal, és azt hiszik sokan róluk, hogy még mindig ilyen primitív, középkorias szinten élnek. És amikor pedig ezt úgy gondolják, hogy ha jön egy mugli születésű gyerek, és belép a varázsvilágba, akkor az a gyerek az nem fogja ismerni a varázsvilágnak a szabályait, szokásait, és akkor faj nem fog tudni beilleszkedni. Ugye ez nem így van, ez kiderül a történetből elég hamar, hogy ezek alaptalan előítéletek. Ugye eleve a főszereplő Harry is félvér származású, mert ugye az édesanyja Mugli születésű volt, illetve a legjobb barátja, az egyik legjobb barátja Hermione, aki Mugli születésű, és az évfolyam legjobb tanulója, és sokszor gyakran még ő az, aki elmagyarázza a fontos dolgokat a többieknek. Tehát néhány dolgot még jobban tud, mint a varázsvilágban született gyerekek. És hát Harrynek konkrétan a feladata az, hogy szó szerint harcoljon egy előítéletektől mentes világért, mert tényleg, ugye Voldemort, a Gonosz, akit ugye nem nevezünk nevén, de most kimondtam a nevét, teljesen mindegy. Ugye ő fölveszi ezt az előítéletes, egy teljes népcsoportot támadó álláspontot, és komoly propaganda zajlik ott. és egy eléggé súlyos, tehát egy háborús helyzet alakul ki. És ami azért persze azért is ironikus, mert tudjuk, hogy Voldemort önmaga sem volt tiszta vérű, ő is félvér volt, tehát van egy eszméletlen érdekes ilyen dinamika a történetben. És hát ez ellen kell megküzdenie a karaktereinknek. Igen, és azért ugye innen is uh, nyilván nagyon jól látjuk, hogy főleg a, a Harry Potter könyvek esetében ugye nagyon erőteljes áthallás van a, a mai világunkra, és ugye a hétköznapi életünkre, tehát ugye itt is vannak embercsoportok, akik bizonyos számukra nem befolyásolható dolgok miatt vannak kirekesztve a társadalomból. Egyébként nemrég olvastam egy tanulmányt, szerintem pont a magyar médiában is eléggé jól elterjedt ennek a tanulmánynak a megismertetése, hogy amennyiben az emberek nem rekesztenének ki bizonyos csoportokat a társadalomból, vagy esetleg személyeket, egyéneket a társadalomból, akkor a, a pszichiátriai váróteremben gyakorlatilag a páciensek zöme eltűnne. Tehát, hogy nem lenne szükség a, az erőteljes pszichiátriai kezelésekre ezeknek a személyeknek az esetében, hiszen a kirekesztésnek ilyen erőteljes vonzata van a, a mi életünkre, a mi személyiségünkre. Ugye, hogyha valaki folyamatosan azt hallja, hogy nem elég jó, onnantól kezdve egy idő után azt el is fogja hinni. És pont ezért van az, ugye, a kitalált világokkal kapcsolatban, hogy aki súlyos társadalmi szorongással, depresszióval küzd, közöttük nagyon sokan szeretnek például a videojátékok világába elmenekülni mert ott megélhetnek egy olyan életet, ahol ők a főszereplők, ahol mindenki rájuk számít, és ahol nincsenek kirekesztve, bárhogy ugye lehet most már személyre szabni a karakterek kinézetét is, hogy egyre inkább hozzánk hasonlítson, vagy esetleg egy olyan emberre vagy személyre, akik szeretnénk lenni. És pont emiatt a videójátékok mind nagyon fontos Kezelési módszerek az ilyen típusú mentális egészségügyi problémák esetén, de ugyanakkor el is lehet bennük veszni, hogyha valaki nem figyel oda, és nem ismeri fel azt, hogy annak az oka, hogy ennyit szeret játszani, és, és tényleg vannak, akik napi 10 órán keresztül képesek ezt csinálni, feladják a munkahelyet onnantól kezdve, mert, mert ez egy olyan világ, ami számokra könnyebb. Tehát muszáj elválasztanunk azt, hogy mikor használjuk ezeket a kitalált történeteket arra, hogy önmagunkat még inkább megismerjük, és mikor használjuk őket arra, hogy önmagunkat elfelejtsük. Igen. Ennek nagyon sok vonzata van, és tehát van egy gazdasági oldala is, hogyha az ilyen problémákat sikerülne jobban megszüntetni, akkor tényleg sokkal kevesebb pénzt kéne társadalmi szinten szánni ilyen mentális egészségügyi vagy pszichiátriai problémák kezelésére. Tehát ez minden szempontból jobb az egész populációnak. Az empátia kifejlesztése jobban egy közösségben, egy társadalomban ez egyszerűen objektíven egy jobb dolog. És igen, tehát ez egy, ez egy, komoly kérdés, hogy ugye mennyire merüljön el valaki, vagy mennyire szabad hagyni, hogy valaki tényleg beszippantsanak ilyen képzeletbeli világok, képzeletbeli történetek, de tényleg azok, akik ilyen problémákkal küzdenek, segíthet nekik. De egyébként még nem is kell, hogy valaki közvetlenül tartozzon egy olyan közösséghez, akik, akiket valami miatt kiközösítenek, vagy valami miatt ö, kirekesztésben részesülnek, mert ö, ugye az egész világ úgy működik, hogy mi szeretjük az egyszerűséget sok szempontból, amikor embertársainkkal kell együtt dolgoznunk, vagy hozzájuk kell viszonyolnunk, és szeretjük, hogyha így ráhúzhatunk skatujákat és, és sémákat egymásra, de ezek az egyméretű ruha mindenkire, ez nagyon kevés emberre illik rá rögtön. Tehát, hogy ez egy eléggé bonyolult kérdés, és emiatt segítenek nekünk a kitalált történetek, hogy tudjuk kicsikét kezelni ezeket a társadalmi nehézségeket, én ezt gondolom, nekem ezért segített sok szempontból mindenfajta történetek, tehát a Harry Potter olvasása is. Igen, egyébként ez jó, hogy mondtad ezt az egyfajta ruha mindenkire. Én még 2016-ban olvastam egy kettő és fél oldals, nagyon rövid tanulmányt, a címe lefordítva az az átlag mítosza. És ott pont leírták ugye azt a történetet, és aztán ezt átvitték majd az én kutatási irányzatomba, amikor az Egyesült Államokban, ha jól emlékszem, az egyik új vadászrepülőgépnek a pilóta fülkéjét próbálták olyan szempontból szemére szabni, hogy az átlag pilótára rászabni. És ugye ebben, mit tudom én, 150 millió dollárt, vagy nem tudom mennyi, de rengeteg pénzt beleöltek, és kiválasztottak azt hiszem, hogy száz pilótát, ami ugye, ha belegondolunk egy hadsereg esetében, azért száz pilóta, az egy jelentős szám. Igen. És levették az összes méretüket, minden tulajdonságot, amit csak lehetett, és megcsinálták ezt a pilótafülkét, és hát az egyik pilótának sem volt jó. Öm, ez egy katasztrofális ötlet, ezt már az elejétől gondoltam van, ez egy borzasztó ötlet. Így van. De mert azért, mert gondoljunk bele, hogy ha ilyen átlagokról van szó, akkor csak mindig emlékezzünk vissza arra, hogy ha van kettő szám, 9 és 11, annak az átlaga az 10. De hogyha van a kettő és a 18, annak az átlaga is 10. Jó, nyilván egyébként azért a, a pilótáknak eleve van egy kiválasztott magasság, test, súly, teste, megindek, stb. Tehát hogy. Ez ennyire nem radikális, de mégis egyiknek sem volt megfelelő. Viszont ugye az, hogy ez a kirekesztés önmagában, tehát mi nagyon azt hiszük, hogy milyen rendkívül intelligens faj vagyunk, de azért megfigyelhetjük azt, hogy a kirekesztés ugyanúgy ott van még a, a nem emberszabású majmoknál is. Tehát van egy társadalmi hierarchia náluk is, mindenkire rá van húzva egy szerep, egy skatuja, ugye? És innentől kezdve mindenki eldöntheti magának, hogy mennyire vagyunk uh, olyan hiperintelligensek, vagy mennyire vagyunk tényleg <laughs> csak majmok. Én, én szeretek inkább ez utóbbira gondolni, mert ez azt uh, mutatja legalábbis számomra, hogy van hova fejlődnünk. Abszolút. És ugye egy kicsit visszakanyarodva, hogy, uh, hogy hogyan is lehet a mi kapcsolatunkat ezekkel a kitalált karakterekkel mérni. Ugye ez egy dolog, hogy úgy érezzük, hogy kötődünk egy történet szereplőjéhez, viszont ahhoz, hogy tudományosan ezt vizsgálni tudjuk, öm, vagyis azt, hogy ugye milyen hatással vannak ránk a fiktív karakterek, szükségünk van egy olyan módszerre, amelyel ezt mi mérni tudjuk, és ugye ez nagyon szubjektív mennyiség, hogy ugye ki mennyire kötődik valamihez. Tehát ezt nem <há> lehet rádobni Igen. egy 1-től 10-es skálára. Viszont egy kutatócsoport az úgynevezett implicit asszociációs tesztnek nevezett teszttípussal mérte, hogy felnőtt résztvevőik mennyire azonosulnak az alkonyat és a Harry Potter és a bölcsek köve szereplőivel. Ez a fajta pszichológiai teszt a reakcióidőt használja arra, hogy mérje azokat a tudattalan kapcsolatokat, amelyeket az emberek különböző fogalmak között létesítenek és ugye először a résztvevők elolvastak egy részt az alkonyatból, ugye ez, hogyha valaki esetleg nem ismerni, ez egy <laughs> vámpírokról szóló könyvsorozat, eléggé híres volt a 2000 és 2010 közt jött Igen. Ki, aztán, a, az összes része filmbe, vagy 2000 és 2011 közt. És teli van negatív emberi példával, szóval azt csak azért olvassuk, ha érdekel minket, hogyha azt szeretnénk látni, hogy egy párkapcsolat hogy nem működjön. Így van. Um... <laughs> minden esetre ugye a részvevők vagy ebből olvastak egy részt, vagy egy részt a Harry Potterből, ezután egyenként szavakat mutattak egy számítógép képernyőjén nekik, négy félét mutattak nekik, az én szavakat, mint hogy én és az enyém, a nem én szavakat, mint hogy az ők, az övék, a varázsló szavakat, például a pálca, seprű, illetve a vámpír szavakat, vér, ugye szemfogak, és amint meglátták az egyes szavakat, a résztvevőknek a billentyűzet két gombjának egyikét kellett megnyomniuk, amilyen gyorsan csak tudták. Amikor a résztvevők ezt gyorsan teszik, anélkül, hogy időt szánnának a gondolkodásra, akkor az úgynevezett implicit asszociációik, vagyis belső gondolataik mérését teszi lehetővé a kutatók számára. Minden gombhoz kétféle szót rendeltek, például a résztvevőknek a baloldali gombot kellett megnyomniuk, amikor, ö, vagy azt látták, hogy én, vagy azt, hogy varázsló szó, és egy jobb gombot kellett megnyomni, amikor a nem én, illetve a vámpír szavakról volt valamelyik ö, bemutatva a képernyőn. Ha a résztvevők erősen azonosultak a varázslókkal, akkor gyorsabbak voltak, amikor ugyanazt a gombot kellett megnyomniuk, az én szavak és a varázsló szavak esetében, és lassabbak, amikor a kombináció megfordult, és különböző gombokat kellett megnyomniuk. Ez a teszt tehát elárulhatta a kutatóknak, hogy a résztvevők mennyire azonosultak a varázslókkal vagy a vámpírokkal. És az eredmények érdekes módon azt mutatták, hogy azok, akik a Harry Potterből olvasták a részt, gyorsabban reagáltak, amikor ugyanazt a gombot kellett megnyomniuk az én és a varázsló szavakra, ami arra utal, hogy azonosultak a varázslókkal. Hasonlóképpen pedig az alkonyatot olvasó részvevők gyorsabban reagáltak, amikor ugyanazt a gombot kellett megnyomniuk az én és a vámpír szavakra, ami arra utal, hogy jobban azonosultak a vámpírokkal. Azt is megállapították a kutatók egyébként, hogy minél erősebben azonosultak a részvevők valamelyik csoportja annál boldogabbnak érezték magukat, különösen akkor, ha úgy érezték, hogy fontos számukra a másokkal való kapcsolat. Igen, tehát ez az azonosulási folyamat, amiről a pszichológusok beszélnek, hogy azonosítjuk magunkat egy kitalált történetnek a szereplőivel, ez valóban kvantifikálható, tehát számszerűen kimutatható ilyen tesztekkel, ami csak egyszerűen megerősíti azt a megfigyelést, amit mindannyian érzünk, vagy legalábbis legtöbbünk érzi, amikor ilyen könyveket olvas, és ez kimutatható, és akkor végül, még lezárásképpen, ugye, tehát ez ténylegesen agyi szinten ilyen módon kimutatható, illetve ugye létezik egy nagyon jó kis technika, amiről már beszéltünk valamikor néhány héttel ezelőtt, ugye a funkcionális mágneses rezonanciás képalkotás, az MRI-nek egy ilyen válfaja, amivel bele tudunk nézni az agyba, anélkül, hogy föl kéne vágni, amit ugye nem szeretnénk megtenni, mert ha csak nincsen rá súlyos operációs szükség, de lehet képet alkotni az agyról, és ugye ez úgy működik, hogy az MRI, az FMRI konkrétan az megmutatja, hogy az agynak mely területei aktívak egy tevékenység során, azáltal, hogy megméri az adott területnek a véráramlási sebességét. Ugye minél nagyobb a véráramlás sebessége, annál aktívabb egy régió. És konkrétan a Harry Potter és a bölcsek kövéből olvastattak egy tanulmány során a kutatók egy részt az emberekkel, miközben ők szépen feküdtek az FMW-ben, És azt mutatták az eredmények, hogy tehát például amikor a karakterek fizikai mozgásáról volt szó az olvasott szövegben, akkor van az agynak egy anguláris vírus nevű területe, ami aktív volt. Ez alatt a rész alatt, és egyébként ez az agy terület akkor is aktív, amikor a való életben fizikai mozgást látunk vagy képzelünk el. Tehát ugyanaz a része aktiválódott az agyunknak a, a fikció, az elképzelt történet olvasása közben, mint egy valós esemény megfigyelése közben. Emellett még voltak ilyenek, hogy a történetben szereplők párbeszédei olvasása, az összefüggött a halánték kéreg és az alsó homloklebeny aktivitásával. Ezek a területek felelősek a nyelv előállításáért egyébként, illetve a megértéséért. És még a halánték kérekben is találtak eltérő aktivitást, attól függően, hogy melyik karakterről olvastak az emberek, és ezért azt gondolják a kutatók, hogy ez a régió felelős a történet különböző szereplőinek megkülönböztetéséért és nyomonkövetéséért. Ami ugye egy fikciós történet során is fontos, de a való élet során is fontos számunkra ez a folyamat, ez a készség, hogy Nyomon tudjuk követni, hogy ki mit csinál körülöttünk, melyik családtagunkkal mi történik, melyik ismerősünk esetleg mi zajlik. Ez ugyanaz a folyamat, akár valós részről, akár egy kitalált történetről van szó. És azt hiszem, hogy ez az a téma, amiről még egy jó pár órán keresztül tudnánk beszélni, viszont én nagyon örülök, hogy ezt ezt a témát hoztad el, Tündi ma, mert szerintem rendkívül érdekes és, és annyira sokrétű, és bemutatja azt is, hogy a neurótudomány, az idegtudomány az milyen sok dologra tud nekünk választ adni. Igen. És reméljük, hogy a hallgatóknak is nagyon tetszett ez a rész. Én ámultam és bámultam, amikor ugye megismerkedtem a témával, de hogyha bármi kérdésetek, kérésetek van számunkra, vagy esetleg kommentetek és kritikátok, azt is nagyon sok szeretettel várjuk tőletek, hogy a megszokott platformokon írhatok nekünk e-mailt például, a lyukasóra.tudományból kukacgmail.com e-mail címre, vagy írhattok nekünk Facebookon üzenetet, kommentelhettek a videók alá, és hallgassatok minket, ahogy szoktatok is a Youtube-on, illetve a Spotify-on és az összes többi nagy podcast szolgáltató platformon. Így van. Köszönjük, hogy itt voltatok. Várunk vissza a jövő héten titeket. Sziasztok! Sziasztok!